November 8-án lámpás felvonulást szervezett a Sallamművelődési Központ és Könyvtár, Zalalövői Borbarátkör Egyesület, Zalalövői Tejház Egyesület, Zalalövői és Csöde Polgárőr Egyesület, Csite Tamás és Szukics Renáta. Forralt borral, teával, Szent Márton kiflivel, zsíros és nutellás kenyérrel, pizzával várták a felvonulókat. A felvonulás az egészségháztól indult egészen a Lékai Parkba, ahol a Borostyán óvoda és mini bölcsöde süni csoport műsora káprasztotta el a közönséget. Harcos volt egykor, kit úgy hívtak Márton, példával járt elől, hogy segítsünk máson. Reszkető koldusnak félköppenyét adta, hogy szívében jóságban ő ezt megmutatta. Kicsi lámpás a fénye ma este úgy ragyog, mint odafent éjjel szikrázó csillagok. Kicsi szívekben égnek reménynek lányai, mert bajban a jóba vigaszt lehet nyújtani. Kicsi lámpás a fénye ma este úgy ragyog, mint odafent éjjel szikrázó csillagok. Kicsi szívekben égnek reménynek lányai, mert bajban a jóba vigaszt lehet nyújtani. Thank you.
Mondd el! Elmondtam. Itt a végzető. Mesélj, csinálj! Megtaláltak szegény papok, feltette a szüveget, szívébe kis lapás gyújtott, a közvetlen szemben. Másnap november 9-én Mártonnapi liba vacsora várta az érdeklődőket az Alalövő Borbarátkör Egyesület szervezésében. Ünnepi köszöntőkkel indult az este, Galambos István köszöntő szavait Gyarmati Antal Zalalövő város polgármesterének beszéde követte, majd hagyományos új borrádása folytatódott Páli Zoltán atya közreműködésével. Évvégén a mezőgazdasági munkák befejezése, illetve a pártmény közelítéhez kötődnek. Változnapi legendák szerint másodatják, aki libát nevezik, egész évben égetik. A új bort nevezik, egész évben töltötik. Idei sűrű termésre szeretnék pár gondolatot megosztani önökkel. A korai tavasz általási fagyok sokkabanék, hogy sokszatartó szárasság, tehát vízhatásához a szőlőtermésre. Korai szület többet fogyók, kevés lével születettük. Ennek ellenérték hozzátartozott a szőlőbetegségek. Így érthető, hogy a gazda a szület közben leginkább úgynevezett termésiratást tartotta. Akik készítettek bort és odafigyeltek, kóstolhatnak finom jól lehet. Ártanatján az új borok kibújnak a hordókból, és kiderül az igazság. Kedves vendégeknek, nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a most már hagyományosnak nevezhető Márton napi libavacsorán, és hát némi
novum is, hogy a régi új Salla étteremben köszönhetjük. Szerintem a jelenlegi között nagyon sokaknak vannak kellemes emlékei a régi Salla étteremről, amikor még itt voltak válok. Egészen azt hiszem az időkoromig kell visszalapozni, amikor itt fiatalkori válok, illetve katalin válok, alkodalmak egyéb rendezvények voltak. Azt hiszem sokkal jól érezték akkor az időben magukat. Reméljük, hogy most is így lesz. A mai nap több szempontból is különleges, amelyhez önök is tudják, hogy számos régi jelkép, népszokás és szólásmondás is kapcsolódik. Városunk is kapcsolódik Szent Márton örökéhez, történetéhez, hiszen útja során járt Zalalövőt az akkori Sallász érintve is, és a Borostyán körút mentén haladt Franciaország fele, Galia fele, és abban az időben ugye itt a Borostyán körút volt, ami átkelőhegy volt a Salla folyón, és ezért is a Szent Márton út az keresztezi Zalalövőt, illetve ennek emlékére a hidat, a völgyhidat is elneveztük az elmúlt évben, pont egy évvel ezelőtt, Szent Márton hídnak. Szent Márton napról, Szent Mártonról legtöbb embernek a liba vacsora az eszébe. Ez az ünnepi alkalom azonban nem csak azért fontos, hogy együnk, ígyunk, és közben jól érezzük magunkat, hanem azért is, hogy rohanó világunk közepette észrevegyük azokat a sokszor aránynak tűnő kapcsolódásokat, amelyek a jelenekben összekötnek bennünket az embertársainkkal. Mindannyian tapasztaljuk, hogy a mai világ egyre inkább én központú. Még elődeink minden munkát, feladatot közösen végeztek, egymásra támaszkodva élték meg az örömteli és a fájdalmas eseményeket, addig mi egyre több terhet cipelünk a vállunkon egyedül, nagyobbnál nagyobb elvárásokat támasztunk saját magunk számára. Segítséget kérni pedig egyre nehezebben tudunk, mert olyan világban élünk, ahol szinte általános követelmény, hogy egyedül oldjunk meg mindent, akkor is, ha a feladat olykor meghaladja az erőnket, vagy akár a tudásunkat. Sok úgy disznó győz tartja a magát. Ez a népi bölcsesség találva és lényegbe vágóan fogalmazza meg, hogy a valódi fölény az egységben, a csoport erejében rejlik. Egy közösség akkor tud jól működni, ha tagjai a saját egyéni céljai mellett akarnak és képesek egymásra figyelni. Ez a figyelem sokszor akár életmentő is lehet. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint Szent Márton példája. Márton apja a római légió tisztjeként szolgált, fiatal felnőttként, maga is katona lett, és egyszer egy nagy zordtélben, amikor sokan meghaltak a hideg miatt, Galliában állomásozott a légiójában. Egy este találkozott egy idegbő kórussal. Látva a másik ember szenvedését, Márton levette válláról a köpenyét, kardjával ketté vágta azt, és felével betakarta a kórus vállát. Úgy gondolom, ez a történet a maga egyszerűségében is nagyszerűen mutatja be, hogy mennyire fontos az életben, ha képesek vagyunk közvetlenül egymás felé fordulni. Hogy képesek vagyunk valóban odafigyelni embertársainkra, és meglátni azt, ha valakinek segítségre van szüksége, majd tenni azért, hogy a másikat felkarolják. Mártonnak a vőségről szól, hiszen az ősz végén, a cél kezdetén járunk éppen. Nagy evésnyivásokat tartottak akkor elődeink, és az új bort is ezen a napon kóstolták el. Azt tartják, mindenkinek jutott libahús, de voltak idők, amikor inkább csak a tehetősebbnek asztalára került a szárnyas étekből. Az egyszerű emberek csak ritkán tudtak oda tenni. Azt hiszem, szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy mi majd mindannyian megismerhetjük a mártonnapi fogásokat. Osszuk meg be egymással az ünnep örömét, de közben arra is legyen gondunk, hogy azok is osztozzanak velünk a bőségben, akik rászorulnak. Figyeljünk rá, ne csak ma, hanem az év minden napján, mert a közösségünk megtartó ereje ebben az összefogásban rejlik. A Szent Márton püspök az, tudjuk, hogy a 4. században él. Ő volt az első olyan szent, aki nem vértanú volt, és az egyház élére került, és egy gyönyörű eszménykép lett. Azt követő századokban, sőt még a középkor elején is, a fiatalok, különösen a fiúk Szent Mártonra akartak hasonlítani. Ő volt egy olyan példa, aki mind az erényes életével, mind a kitartásával példát tudott adni, és nem véletlen, hogy éppen ezért Európa szerte mindenhol
nagyon sok mindent Szent Mártonról neveztek el. Nálunk is ezért lett Pannon Halva hegye, Szent Márton hegye, amikor a kereszténység nálunk is igazán elkezdett kifejlődni, élni, ezért nevezték el róla azt a hegyet, és azóta is számtalan település, számtalan hely, és most már tavaly óta, hogy mi völgyhívunk is őrzi az ő nevét. Jó lenne a mai értékvesztett világban egy picit visszakanyarodnánk ehhez a példaképhez, mi különösen is, hiszen a mi egyházmegyék területén, a mai Szombathelyen született, és valóban példát tud adni, mutatni, akit érdemes ma is követni, és éppen ezért kérjük is az ő áldását, most nem csak a borokra, hanem mindannyiunkra, hogy valóban olyan emberek tudjuk lenni, akik nem csak külsőségeknek élnek, hanem valóban szívvel, szeretettel tudnak egymás számára ajánlani. Így áldom meg most ezeket a borokat és közben mindannyiunkat. Kérünk Istenünk, szenteld meg ezeket az áldozati adományokat, amelyeket a szolgálatokat, és örvendező szívvel Szent Márton püspök tiszteletére ajánlunk, hogy egész életünkön át jó és bal sorsban egyaránt áldozatos szellemben éljünk. Urunk Istenünk, áld meg ezeket az új borokat, hogy üdvösséges oltalmul szolgáljon mindazoknak, akik isznak belőle. Add, hogy akik ezt megízlelik, azok szent neved segítségül hívására erőt és üdvösséget nyerjenek Krisztus a mi Úrunk által. Áldja meg az Úr és szentelje meg ezeket a borokat, az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. És ahogy Szent János napján is szoktuk mondani, hogy a bor sor le legyen méreg, ezt kívánjuk most is, hogy valóban akár az est folyamán fogyasztott ital, akár az otthon megtermelt nedű soha ne méreg legyen, hanem valóban a lelket vidámító ital, a kellő mértékben, és hogy valóban hidakat képezzen a mai együttlét is emberek között, a beszélgetésben, a közös mulatásban, a közös együttlétben. Ezt kívánom mindegyikőjük, és így fogadják az áldásokat. Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Polgármesterről új kezdeményezés indult Zalalövőn. Igen, második alkalommal kerül megrendezésre a bolhapiac. A Városszépítő Egyesület, a Borosán Völgy Kft. És Kovács Krisztián kezdeményezésére jött létre ez a fajta kereskedelmi fórum, amit úgy tervezünk, hogy minden hónap második vasárnapján délelőtt fogjuk megrendezni. Idén három alkalommal bevezető jelleggel próbáljuk ki, hogy életképes-e, és úgy tűnik, hogy örömünkre életképesnek minősül, hiszen első alkalommal is elég szép számú árus volt, és érdeklődő is volt. Most így második alkalommal úgy látom, így még korán, ugye 8:30 fele, hogy több eladó érkezett, reméljük, hogy majd a vevők is megérkeznek. Kereskedők nem árusíthatnak, inkább magánszemélyek árusíthatják azokat a portékáikat, amik otthon feleslegessé váltak. A két büfé rendelkezésre áll, de ők más funkciót töltenek itt be, nyilván ők az érdeklődőknek a kiszolgálására jöttek. A téli időszakban is fog működni? Igen, minden hónapban tervezzük. A helyszín, ha szükséges rá, az lehet, hogy változhat, mert amennyiben rossz idő van, akkor lehet, hogy itt a parkban nem lehet megrendezni, akkor a Rákóczi utcában tervezzük megrendezni. Julcsi, te is kijöttél a bolha piacra. Először vagy itt, vagy már voltál? Először hallottam, hogy ezelőtt hónapban is volt már egy ilyen alkalom, hogy hál' Istennek egy ilyen tevékenységet lehet itt létrehozni ebbe a szuperparkba, úgyhogy én is úgy gondoltam, hogy kipakolok. És milyen termékeket hoztál? Hát megmondom őszintén, hogy
a gyerekek, unokák fölösleges, már nem használt, de nem elhasznált dolgaival próbáltam kijönni. Hát meglátjuk, hogy milyen sikerrel járok. Mi a véleményed az ilyen jellegű árusításról? Csak jó véleményem van róla. Nyilvánvaló, hogy nem kerül a szemétbe. Potom pénzért, vagy akár nyilvánvaló, hogy milyen terméket hozol ki, el lehet adni árértékarányba, és nyilvánvaló, hogy vannak, akiknek ez nagyon jó, mert nem tudnak bemenni, megvenni mondjuk teljesen újjáron, és itt gyakorlatilag mi is megkapjuk érte azt a pénzt, amit szeretnénk, és ők is jól járnak. Először vagy kint a bolhán? Nem, most már második alkalommal. És mi a tapasztalatod? Hát azért jöttünk ki másodszor is, mert az első nekifutás én szerintem jól sikerült, szerintem többen nevünkben is beszélhetek, úgyhogy bizakodóan jöttünk most. Volt már árus ma reggel? Múltkor is nehezen indult, úgyhogy még egyáltalán nem vagyunk elkeseredve, ilyenkor korán reggel még lézengenek az emberek, múltkori alkalommal is olyan 9-10-re volt a csúcs, akkor rengetegen voltak, úgyhogy türelmesen várunk. És mit hoztál ma? Ruhákat hoztam, játékokat, könyveket, kis sportszereket, kis dísztárgyakat, ilyesmiket. Könnyen vásárolnak az emberek? Válogatnak, próbálnak alkudozni? Valaki alkudozik, valaki nem, valakinek teljesen megfelel, amit mondunk, de hát ez erről szól. Szia, hogy hívnak? Horváth Cidonia Rebeka. És mit árusítasz? Játékokat. És kinek a játékai? A enyémek. És te ezeket már nem szeretnéd? Nem szeretnél játszani vele? Igen. És mi a véleményed arról, hogy más gyerekeknek fog ezt tetszeni? Én szerintem. Igen? Szerinted igen? Igen? Melyikkel szerettél legjobban játszani? Azzal a unikornissal. Neked ez kedvenced, és mégis megválsz tőle? Uh-huh. Mert már nagy vagy hozzá? Igen. Sziasztok! Bemutatkozom, Erdei Sándor vagyok, Budafáról. Pár hónappal ezelőtt költöztem hozzá Kanadából, és amit ma itt kiállítottam, ez nem eladásra készül, viszont szeretnék egy olyan programot csinálni itt a környékbeli fiataloknak, gyerekeknek, akik szeretik a modell vonatokat, és mert ez egész a modell vasútnak az alapjára épült. Az ott lévő épületek, majd később lehet őket látni, 6 évig készült 9 darab épület, including a vonatállomás is, meg a platformok, de az túl sok idő, és úgy döntöttem, hogy egyszer veszek majd egy gépet, amivel, ha megrajzolom, és a gép állandóan tudja termelni az alkatrészeket, és 6 év után jutottam el arra a lehetőségre, hogy vettem egy lézergépet. A feleségem 4 hónapig nem beszélt velem, amit sokan mondták, hogy meg lehet érteni, de aztán elkészült az első épület, az ez itt, és akkor elkezdett, látta, hogy van értelme, hogy csináltam ezt a dolgot, és attól kezdve aztán az összes többi dolgot, amit itt lehet látni, ezt mind a lézergéppel készítettem. És teljesen egyedül? Igen. Nem, volt egy barátom a kezdetben kint Kanadában, és ővele csináltuk, de aztán gondoltam rá, hogy ott is majd tanítok fiatalokat, tehát van 4 komputer, mind a 4 komputer föl van szerelve a programmal, a rajzoló programmal, és szeretném, hogyha fiatalokat érdekelni az a modell vonathoz való, tehát a vonzás, és hogy ők maguk tudjanak maguknak csinálni modell vonatokat, ugyanis ez mind fából készült, de rajzoló programmal, Corel Draw és AutoCAD programmal készült, és a lézergéppel ki lehet vágni. Ez itt Budafán lesz. Állandó kiállítás? Nem kiállítást akarok csinálni, hanem egy szakkört, amihez a olyan fiatalokat, olyan gyerekeket szeretnék, akik érdeklik ez a műszaki rajzolás, és a lézergéppel hogyan dolgozni,
Abszolút safe, tehát nem, vagy biztonságos, nem veszélyes, mert a lézergép nem indul el anélkül, ami ha nincs lezárva, tehát meg a start gombot megnyomják, tehát ez csak így működik. De természetesen az alapoktól kezdve mindent tudnék tanítani, úgyhogy egy szakkör nem kötelező, akit érdekel, lehet. Természetesen vannak modellvonatok, a hivat plasztik modellvonatok is, ugyanis az volt az alapja nálam is, úgyhogy az majd egy másik, de ez itt a fából készült dolgok, amik van. Hogyha elindul, akkor ennek természetesen egy kis költsége azért lesz? Hát természetesen, de nem olyan költség, hogy ne lehessen, hogy mondjam, megfizetni, viszont egy alapot ad a műszaki rajzolási alapok, mert az kell hozzá, ez mindenképpen, és mondom, tehát a setupok megvannak, egyszerre 4 fiatal tud dolgozni a komputereken, ugyanis el kell indulni, tehát az alapokat meg kell, hogy tanulják, viszont nagyon egyszerű. Akit érdekel. Akit nem érdekel, úgyis az első két alkalommal észreveszi, hogy nem érdekli, aztán nem jelentkezik. De akit érdekel, ez egy nagy opportunity, nagyon nagy lehetőség, hogy és egy előkészület a jövőre, az iskolához. Nem tudom, kik hogyan dolgoznak, de majd, ha mutatnak részleteket, például az utolsó vonatok, a kicsi vonatok, mind működőképes vonat. Tehát a sinen megy, mozdonyok vannak, tehát működőképes, úgy próbáltam megcsinálni, mert ez volt az alapja, a modellvonat volt az alapja, hogy fából vasparipát csinálni. Úgyhogy talán sikerül, talán föl tudom kelteni az érdeklődést a fiatalok körében. Ahogy nézem itt az asztalon, hát fegyvereket is láttam, meg is lepődtem, igaziak? Nem replikák, ezek mind dísztárgyak, tehát a kisebbek azok öngyújtók, a nagyobbok pedig hát ilyen falidísz. A kardok is kínai, tehát ilyen utázatok. Ez az öngyűjteménye, vagy ön is vásárolta valahol? Vásároltam, igen, Budapesten van egy szakbolt, ahol kifejezetten ilyeneket árulnak, és nekünk volt egy üzletünk ezt helyen, és ott voltak ezek kitéve. És egyébként megy az üzlet? Kereslet van ezekre a termékekre? Itt voltam a nyitáskor, tehát az előző alkalommal. Akkor 2 légpuskát, 2 légpisztolyt elvittek, a kardból is vittek, öngyújtókból is. Tehát azért volt érdeklődés, igen. Beszéljünk róla. Beszéljünk róla. Az adelgerszegi hivatásos tűzoltóparancsnokság 2 munkatársa, Szabó Gábor és Farsang Tamás főtörzsőrmesterek, hősies helytállásért főigazgatói elismerésben részesültek. Közülük a zalalövői Szabó Gábor főtörzsőrmestert köszöntöm a stúdióban. Szervusz, Gábor! Köszönöm! Milyen apropóból kaptad ezt az elismerést? Illetve hát kaptátok kollégáddal együtt ezt az elismerést. Igen, kollégámmal részt vettünk egy életmentésben. Jött egy jelzés hozzánk, hogy egy zalaegerszegi gyárterületen egy szállítószalag elkapott egy embert. Aztán körülbelül a mentőkkel együtt értünk oda, de arra már az ott lévő helyismerettel rendelkező karbantartó egy lemezt leszerelt a szállítószalagról, és akkor kihúzták a hölgyet, és végülis mentőknek abba segítettük, mert nem lehetett odaférni hozzá. Igen. És kijebb tudtuk húzni. Nagyon nagy probléma volt? Igen, nagyon. De túlélte a hölgy. Nagyon szűk helyre szorult be. Túlélte a hölgy, ez a lényeg. Hiába hívunk hivatásos tűzoltóknak benneteket, tehát számtalan feladat megoldását kell elvégeznetek, hogyha
ha hívnak benneteket, és ez is ugye hozzátartozott, hogy a terepet biztosítsátok a mentőknek, hogy tudjanak dolgozni. Amikor elindultok, akkor kaptok közben információt, hogy amire odaértek a helyszínre, akkor már egy kicsit fel tudtok készülni esetleg, hogy milyen feladat vár benneteket? Igen, felkészülünk, de volt olyan, hogy a szomszéd utcába kellett menni, a Gelszegen olyan is volt. Igen. Egy lakástűzhöz. Igen. Akkor gyors kapkodásban ugye légzőt fel kell venni. Igen. Jön a híradóhelyiségbe a jelzés, a szolgárparancsnok átveszi, és mi 2 percen belül elhagyjuk a... El kell hagyjuk. Ez hivatásos, hogy 2 perc alatt el kell... elhagyjuk a laktanyát. És akkor már a szolgárparancsnok már mondja, hogy hova megyünk, mit kell csinálnunk, és akkor nagyjából megbeszéljük már az autón. Igen, tehát az útközben is tudtok értekezni. Igen. Közben meg a parancsnok kapja a rádión még az információkat. Hát azóta is történt valami. Amikor az ember megszületik, aztán elkezd cseperegni, főleg a fiúknak, számtalanszor eszébe jut, úgy gondolják, hogy ők tűzoltók lesznek, katonák, ugye, hogy a versbe is van. De mikor döntötted el, hogy tűzoltó leszel? Hát, és főleg az, hogy hivatásos tűzoltó. Hát régebben, és én 2007 óta vagyok tűzoltó, hát nagyon nehéz volt akkor, most nem tudom pontosan, ugye, bekerülni tűzoltónak. Akkor olyan szerencsém volt, akkor mentek nagyon sokan nyugdíjba. Akkor volt az utolsó lehetőség, még korai nyugdíjba el tudtak menni a rendőrök, tűzoltók. És pont akkor nagy létszámú felvétel volt. És úgy sikerült. Tehát nem gyerekkori vágyad volt, hanem később gondoltad, később, hogy tűzoltó leszel. Milyen iskolai végzettség, vagy milyen képzés kell ehhez? Egy ugyanilyen tanfolyam, egy OK és képzés. Azt itt Szelegelszegen csináltuk, mert akkor nem kellett Budapestre felmenni a kokra. Gyakran kerültök veszélyes helyzetbe. Hogy tudjátok ezt feldolgozni? Nem mindegy, hogy az embert ugye milyen esethez hívják, hát vannak könnyebb, nehezebb esetek. Gondolom voltak olyan helyzetek, amikor hát azért úgy nyomot hagy az ember lelkében. Nagyon jó a csoportunk. Igen. Ugye ABC csoport van nálunk, és 24 órás szolgált látunk el, és mindig együtt vagyunk 24 óránként, vagy 24-48-ban dolgozunk, és 3 napon együtt vagyunk. És jól ki tudjátok beszélni ezeket a... Igen, aki akarja, az igen. A problémákat. Igen. Na, aki látjuk, akkor... Megkérdezik. Igen, hogy beszéljünk róla, vagy beszéljünk. És esetleg szakmai segítséget kaptok, vagy pszichológus, esetleg ott a körötökben, akihez tudtok igen, fordulni. Ha valakinek igénye van rá, akkor igen van. Meg a katasztrófa, nem van a külön pszichológus. Pszichológusa. Te jártál már úgy, hogy muszáj volt valakivel, tehát szakmai szempontból megosztanod, hogy fel tud dolgozni? Nekem nem kellett, mert társaimmal meg tudtam beszélni. Meg tudtad beszélni. Meg évente járunk pszichológushoz. Igen. Ez kötelező orvosvizsgálat és fizikai felmérés. Igen, igen. A munkád során nagyon sokféle esettel találkozol, hogy körülbelül milyen feladatotok van, hova hívnak benneteket? A tűz az biztos. És azon kívül még? Nagyon sok esethez. Beszorult személy, akkor van sok idős ember, aki már egyedül él, és hozzátartozói nem érik el telefonon. És ha a végszükség esetén, akkor mi betörik az ajtót, vagy megpróbálunk a legkevesebb anyagi kárt okozni. Egy ablakot keresünk, legkisebb ablakot, ott megyünk be, és akkor nagyon sok esetben mélyen aludt, az szerencsés, ugye? Vagy pedig volt olyan, hogy összeesve találtuk meg. Igen, igen, igen. Meg a legújabb most ez a gondos óra, hogy véletlenül benyomják, igen. És hozzánk jön egy riasztás, és ugye megyünk. És akkor azonnal mentek. Igen, igen, igen. És az nem lehetséges, hogy akkor felhívni az illetőt? Próbálják, van egy központ, próbálják fel, nem érik el, és akkor megyünk. Akkor fel kell hívni. Sok ilyen eset van? Mostanában vagyok, kezd. Gyakori, amióta az idősek kaptak ilyen órát. De hát ne legyen probléma, inkább mentek, igen. Ugye? Milyen olyan emlékezetes munkáitok voltak, vagy hát munkád volt neked, ami úgy egy kicsit olyan nehezebb, különlegesebb volt? Hát a Vörösiszap katasztrófa felszámolásában részt vettünk kollégáimmal együtt, ami egy hetet ott töltöttünk. Segítettük az embereknek az udvarát kitakarítani,
házukat kitakarítani, ami teljesen tényleg nagyon tiszta iszappal bement az egész házba. A Csöngei erdő 10 felszámolásában. Ott is részt vettetek? Részt vettünk, igen. Uh-huh. És akkor ott is kaptatok elismerést? Igen, az ott lévő polgármester megköszönte a munkánkat. Mivel foglalkozol, amikor szabad időt van? Hát, én méhészkerem. Igen? Igen. Mióta? Hát 2010 óta méhészkerem. 2010 óta, és milyen termékeid vannak? Üveges kiszerelésbe árusítunk, meg van különböző boltokban is már mézeink. Mézeink, miért jó méhészkedni? Hát, én szeretem. Szereted? Gondolom kikapcsol, ugye? Igen, igen. Mennyi időt vesz ez igénybe? Sok, nagyon sokat. Sokat? Igen. Amíg jártok a... De most ez miből áll, hogy járni kell a mezőt, esetleg erdők szélét, virágzó fákat tavasszal, nem tudom ez hogy van. A méhek majd felfedezik, hogy hova vidd őket, nem tudom, hogy kettő működik. Kettő telepenyünk van, majd itt az Alalövön, a Tédesanyánál, a Jókai utcában, meg Őri Magyarosdon is van. És két helyen vannak a méhek, meg... kultúra után megyünk vándorolni is. Ezért kérdeztem, hogy menni kell igen. utána, és mindig hazamennek a méhek? Igen, betájolnak, és igen. Gábor, hogy tudod fenntartani a fizikumodat? Mert azért egy tűzoltónak nagyon fitnek kell lenni, és gondolom sportolni. Kötelező? Nem kötelező, de próbálom is fenntartani a fizikumomat, és így sokat futok. Én havi szinten megpróbálok egy 50-100 kilométer között futni. Aha. És gondoltam, gondoltam már, hogy esetleg versenyszerűen is űzöd a futást? Versenyszerűen nem. Ez hobbi. Célra kikapcsol. Gábor, köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Én köszönöm. És kívánom neked, hogy mindig sikeres mentésben vegyetek részt a pajtársaiddal együtt. Nagyon szépen köszönöm. Szeptember első hetében hatalmas tűz ütött ki a Vasvár megyei Kenyeri Csönge térségben, ahová a régióból több tűzoltó csapat is érkezett a mentési munkálatokhoz, köztük az Alalövői Önkéntes Tűzoltó Egyesület is. Munkájukért elismerést vehettek át október 19-én. Az eseményről Novák Ambrussal, az Egyesület elnökével beszélgetek. Ambruss, szeretettel köszöntelek a stúdióban. Köszöntöm én is a nézőket, köszönöm a meghívást. Jött az információ azon a bizonyos napon, hogy nagy tűz van a szomszéd vármegyében. Hogy indul el ez a folyamat? Több önkéntes tűzoltó csapat is ment, gondolom a hivatásosok kezdték a folyamat szervezését. Hogy működik ez, amikor ilyen vészhelyzet van? Igen, talán néhány gondolat előtte. Ez a tűzeset egy páratlan nagy mértékű tűzeset volt, ami évtizedek óta szinte nem volt Magyarországon. Ekkora mértékű Vas megyében nem is nagyon emlékeztek ekkora tűzre. Ez a Vasvármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság történelem statisztikájába úgy vonult be, hogy az ezres vasi tűz. Azért ezres vasi tűz, mert körülbelül 1000 hektáron égett mezőgazdasági terület, erdő, bozótos, illetve több mint 1000 tűzoltó, 1300-ra satszolják körülbelül a tűzoltók létszámát, 1300-an vettek részt az oltási munkálatokba, mellettük még körülbelül 500 önkéntes, különböző egyéb mentőszervezetek, polgárőrség tagjai. Tehát hatalmas nagy számokról beszélünk ennél a tűzesetnél, és szeptember 5-e és 9-e között történt az eset, tehát 5 nap volt szüksége a tűzoltóknak, a katasztrófavédőknek, hogy megfékezzék ezt a nagy kiterjedésű tüzet. A Vasvár megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójától, dr. Bognár Balástól, tűzoltó dandártábornok úrtól tudjuk azt, hogy csütörtökön dél körül Budapestről egy értekezletről volt éppen haza úton Szombathelyre, amikor egy telefonhívást kapott az igazgatóhelyettestől, Lakatár Gábortól,
hogy Kenyeri és Csönge térségében egy erdőtűz van kialakulóba, de olyan gyorsan terjed a tűz, és akkora mértékű, hogy a helyszínen tartózkodik 19 tűzoltóság, de nem bírnak egyszerűen a tűzzel. Nagyon gyorsan siessen vissza az irányítási központba, mert erre nagyon rá kell szervezni, ilyen esettel ők még nem találkoztak. Tehát egy nagyon különleges tűzesetről van szó. A dandártábornok úr azonnal, ahogy tudott, sietett vissza Szombathelyre, és megindult a különböző önkéntes és egyéb hivatásos egységek riasztása. Csütörtök késő délutánra már 302 tűzoltó volt a helyszínen, 82 oltójárművel. Az környékbeli összes önkéntes, sőt Dél-Vas megyéből, mert ez Észak-Vas megyében található ez a Kenyeri, Csönge, illetve Vönöck még a harmadik település, amit érintett a tűz kiterjedése. Tehát nagyon sok oltójármű tűzoltó sietett a helyszínre, és úgy nézett ki, hogy estére sikerül megfékezniük ezt a tüzet. A hatalmas nagy szárazság miatt ugye 3 hete nem volt eső a környéken, sőt azt mondták, hogy már 4 hete. Olyan szárazság volt, hogy azt mondták, a tűz kialakulásához elég volt egy mezőgazdasági jármű szántása közben, vagy földmunkája közben a fém kővel érintkezése által. Erre kipattan. Vezethető vissza? Igen, ezt mondják, még nem vizsgálták ki teljesen, de nagy valószínűséggel igen, mert egy traktoros a képen dolgozott, ő emlékezett vissza rá, hogy földmunkákat végzett, amikor hátra nézett, mögötte már lángolt az egész tarló, úgyhogy nagy valószínűséggel egy ilyen szikra kipattanásra vezetik vissza ezt az egészet. De a nagy szárazság és az erős szél nagyon gyorsan hatalmas területre szélesítette ki a tűz elterjedését, és nagyon nagy erőkre volt szükség ennek a megfékezésére. Mindig szörnyűködve látjuk híradókban, televízióban, hogy távolabbi országokban milyen erdőtüzek pusztítanak, akkor ezek szerint, mivel tehát a környékünkön, Vasvár megyében és országban sem volt ekkora tűz, akkor a hivatásosoknak is ez egy új feladat volt, egy újszerű dolog, amit ugye meg kellett oldani. Igen, ezt a hivatásosok is elmondták, hogy nagyon sok tűzoltó ott a helyszínen beszéltünk, nem találkoztak még ekkora mértékű tűzzel, és ahogy kérdezted, a riasztás vagy az értesítés hogy történt, hát csütörtökön délután mi az internetről, a televízióból értesültünk, a hírekből arról, hogy Vas megyében, Észak-Vas megyében mekkora erdőtűz van, de csütörtökön este parancsnokunk Kis Attila már a körmendi tűzoltóságtól, ugye mi a körmendi hivatásos tűzoltósággal dolgozunk együtt, Németh Péter tűzoltó őrnagy, a körmendi hivatásos tűzoltóság parancsnoka telefonbeszélgetést folytatott Attilával, hogy legyen az autón kényszerlétben, amennyire tudunk, már házunk be, mert valószínű, hogy bármelyik pillanatban indulnunk kell, nem tudják, hogy mennyire tudják ezt a tüzet megfékezni, minden önkéntes egységre szükség lesz. Szerencsére Vas megyébe majdnem 70 önkéntes tűzoltóság van, úgyhogy nagyon sok önkéntes tűzoltóságot tudtak mozgósítani. Illetve Zalából mi, illetve a Gelsei önkéntes tűzoltóság, a két hivatásoson kívül Zalaegerszeg és Keszthely természetesen, ők már az első nap is a helyszínen voltak. Csütörtök estére sikerült megfékezni nagyjából a tüzet, de a péntek reggeli hajnali szél újra felélesztette, és a tűzfészkek begyulladtak a különböző erdőterületeken, és hirtelen pár órán belül annyira elterjedt a tűz, hogy a kint lévő egységek már abszolút nem bírtak vele, és akkor indult ez a nagy riasztási lánc, akkor kaptuk körmendről is a hívást, hogy délután, ahogy tudunk, késő este azonnal induljunk, mert minden egységre szükség van. Aztán Attila tartotta a kapcsolatot a körmendi tűzoltósággal, és akkor 11 óra körül este elindultunk, mert azt mondták, hogy éjszaka nem tudja sok önkéntes tűzoltóság vállalni azt, hogy egész éjszaka, mivel dolgoztak, nappal elfáradtak, ott marad a helyszínen. Ha tudunk, akkor éjszakai őrség, illetve éjszakai oltási munkálatokba vegyünk részt az első nap. Ez volt szeptember 6-án pénteken. 3 fővel bemáháztuk az autót, föltankoltunk, vittünk plusz gázolajkannákat, mert
Azt mondták, hogy kint kell lennünk a helyszínen, nem tudják, hogy élelmiszer lesz-e, tisztálkodási lehetőség, az autót tudjuk-e tankolni, tehát nem tudtuk úgy, hogy mire számítsunk, de mondták, hogy nagyon gyorsan menjünk, sietni kell. Bepakoltunk, 11-12 körül éjszaka elindultunk, ez egy körülbelül 100 kilométeres út, hát megkülönböztető jelzéssel, tehát kékfénnyel, szirénával, ahogy bírt az autó, annyira mentünk. Attila nagyon jól vezetett, nagyon biztonságosan. Közben találkoztunk több tűzoltó járművel szintén, ahogy bírtak a helyszínre. Siettek. Negyed egy körül érkeztünk, úgy emlékszem meg, negyed egy fél egy körül, és a szombathelyi hivatásos tűzoltóság fogadott minket Kenyeri mellett. Egy körülbelül 30 hektáros erdőrészt kellett felügyelnünk. A szombathelyi hivatásos, illetve a pápai hivatásos tűzoltósággal kellett éjszakai ügyeletre felállnunk. Ez abból áll, hogy nagyjából lecsendesítették a tüzet, de még voltak szúnyadó tűzfészkek. Ez úgy kell elképzelni, mint egy bomba hirtelen berobban, belobban, és akkor nagyon gyorsan oda kell menni, vagy be kell menni az erdőbe. Ha be tudjuk vinni a motoros fecskendőnek a tömlőit, akkor azzal kell eloltani, ha nem, akkor háti puttony fecskendőkkel a kisebbeket kellett megfékezni. Éjszaka úgy tudtunk pihenni, hogy egy ember folyamatosan őrködött, tehát fenn kellett lenni, figyelni kellett a területet, amit ránk bíztak, két ember pihent, és akkor úgy fél óránként, háromnegyed óránként váltottuk egymást. Háromszor kellett bemennünk oltani, egyszer nagy fecskendővel, egy nagyobb tüzet, akkor a pápai hivatásosokkal oltottuk el, illetve kétszer putony fecskendőkkel kellett visszaszorítani a kisebb tűzfészkeket. Ti milyen eszközöket tudtatok vinni? Mi van nektek? Mi az, ami rendelkezésetekre állt? Hát az oltáshoz szükséges felszerelésünk minden megvan. Lehet, hogy nem a legmodernebb, de mindennel rendelkezünk. Tehát a motoros fecskendő, a háti puttony fecskendők, légzőkészülékek, ugye annak is nagy volt a valószínűsége, hogy légzőkészülékek használata is szükséges, mivel az erdőtűznél nagyon nagy a füst kiterjedése, és a mérgező gázok miatt nem lehet bemenni csak úgy légzőkészülék, illetve védőkészülék nélkül az erdőbe. Mennyire voltatok veszélyes helyzetben? Egyszer talán, amikor a nagyobb tűzfészek belobbant akkor, meg az erdőkben arra kell figyelni, arra felhívták a hivatásos tűzoltók is a figyelmünket, hogy ilyenkor fölégnek a fák a lombkoronáig, és látja az ember, hogy ugye feketék a fák, de bent a fa belsejében még ízzik maga a tűz, és belülről égeti a fát, és egy pillanat alatt eltörhet derékba egy fa, és leesik egy több száz kilós fadarab például, ha az ember bent tartózkodik a fejére, vagy akárhova. Úgyhogy ez volt a legveszélyesebb, ezek a nagy ág, illetve fa letörések, leszakadások, ezekre nem kellett figyelni. Valamelyik település volt közvetlen veszélyben? Kenyeri és Csönge közvetlen veszélyben voltak. Ugye ott... Mekkora távolság volt a tűz és hát a település között? 400-500 méterre megközelítette a településeket a tűz, aztán ezt vissza tudták szorítani a tűzoltók. Egy sertéstelep került szintén veszélybe, ott már 100-150 méter távolságra volt a tűz, illetve még egy ipari telep. Ezeknek a védése sikerült. Hát Kenyeribe és Csöngén én úgy tudom, hogy evakuálást is elrendeltek már, tehát hogyha nem tudták volna megfogni a tüzet a tűzoltók, akkor költözni kellett volna a település egy részéről. Hát ezt, amikor megérkeztünk, főleg másnap szombaton, tapasztaltuk is a nagy megdöbbenést az embereken, meg azt a félelmet, de egyszerre azt a nagy hálát is, amivel adóztak a tűzoltóknak, annak a sok önkéntesnek, hivatásosnak, aki segít, aki megmenti a településüket, nem engedi, hogy a tűz házukig hatoljon, úgyhogy... Mondhatni hát, példanélküli összefogás példanélküli volt. Hát ez a tűzeset, ez egy hatalmas nagy páratlan összefogásról. Az emberek, a közösség... valamivel el tudott látni benneteket? Tehát élelmiszer, ital, mondtad, hogy több napon keresztül kellett helytállni. Mi péntekről szombat éjszaka és szombat délelőtt voltunk a helyszínen először. Akkor úgy nézett ki, hogy mondták, hogy elmehetünk, egyelőre tudják kontrollálni a tüzet, hivatásos egységek, illetve az ott tartózkodó helybeli, környékbeli, önkéntes tűzoltóságok
ellenőrzésük alatt tartják. És akkor hazaértünk olyan egy óra fele, és két óra körül kapta az Attila a hívást, hogy megfordult a szél, belobbant egy hatalmas nagy területen, nem bírnak velük a tűzoltók, nagyon gyorsan, aki tud vissza, mert nagyon nagy a baj, nem tudják kontrollálni. Hát elég fáradtak voltunk mondjuk, és ugye itt szeretném majd megemlíteni, hogy kik voltak azok az alalövői tűzoltók, akik önkéntesen eljöttek erre, és segítettek ebben a tűzesetben. Kis Attila parancsnok, Keszte Szilárd, Szakony Szilárd, Tóth József, és jó magam, illetve készenlétben nagy köszönet három tűzoltónknak, Radics Endrének, Radics Lászlónak, illetve Szépligeti Mátyásnak, akik vártak minket váltással, tehát hogyha még vasárnap este is vissza kellett volna mennünk, akkor ők készenlétben voltak indulni, ugye, aki elfáradt, az itthon maradt volna, és akkor váltottak volna minket, illetve a technikai hátteret biztosították, ez azt jelenti, hogy amikor mi szombaton hazaértünk az autóval, egyből a három tűzoltóbajtársunk megtankolta, visszamálházta azokat a dolgokat, visszapakolta, visszatöltötte, amik hiányoztak, amik a kárfelszámolási munkálatoknál szükségeltettek, és készenlétbe helyezték a járművet, hogyha bármikor mennünk kell, vagy oda, vagy bárhova, akkor készenlétbe legyen, úgyhogy ezt külön meg szeretném köszönni nekik. Szombat délután Attila kapta a hívást megint, hogyha tudunk, akkor vissza kell menni, mert nagy szükség van a segítségre. Hát úgy döntöttünk, hogy jó, megyünk. Fél öt körül újra tankoltuk az autót, még egyszer, még a pluszkannákat, élelmiszerből fölpakoltunk. Ugye első nap tudtuk azt, hogy van ellátás, de messze voltunk, kint voltunk egy erdőterületen, egy olyan 5-6 kilométerrel Kenyeritől. Kenyeri Művelődési Házban nagyon sokan készültek. Rengeteg adomány érkezett be, élelmiszer, az ottani önkormányzat dolgozói, illetve a helyi lakosok kávét főztek, teát főztek, gulyást, különböző élelmiszereket, ételeket, tehát maximálisan mindent megadtak az ott tartózkodó tűzoltóknak. Pihenési lehetőséget egy tornatermet berendeztek tábori ágyakkal, hogyha valaki pihenni akar, de hát általában a tűzoltók azok az autókba pihentek. És első nap ezt nem tudtuk, mi azért élelmiszert is vittünk, aztán vittünk második nap, mert nem tudtuk, hogy milyen messze leszünk ettől az ellátóközponttól. Fél ötkor elindultunk, megint ugyanúgy megkülönböztető jelzéssel, végig szirénával. Közben csatlakozott hozzánk Őri Szentpéter, még néhány tűzoltóság egy időben, vagy egy darabig konvojba is mentünk egymás után, nagyon sok irányból jöttek tűzoltók. Nagyon sok megható élmény volt. Én nekem az egyik az volt, hogy egy idős bácsi épp a traktorjával szántott, vagy dolgozott az út mellett, és amikor elhaladtunk mellette, leszállt a traktorjára, és tisztelget nekünk. A vasmegyeiek tudták, hogy ez a sok tűzoltójármű miért megy szirénázva, és sejtették, hogy hova mennek, de ez a tisztelet az nagyon megható volt. A másik az, amikor Kenyeribe érkeztünk, és nagyon sok ember, az ottani lakosok, gondolom, kint álltak az út mellett, és fiatal lányok tartottak föl egy olyan táblát, amin az a felirat volt, hogy Isten áldjon bennetek. Ezek nagyon megható élmények voltak. Szombaton, amikor megérkeztünk, egy kicsit nagyobb feladatot kaptunk ezután. Ugye, ahogy mondtam, sok helyen visszaégett, visszalobbant a tűz, és szombaton tényleges oltási munkálatokba kellett este részt vennünk. A Kenyeri Művelődési Háznál volt egy találkozó, és ott a Körmendi Hivatásos Tűzoltósággal és az Őri Szentpéter, illetve a Vasvári tűzoltóságokkal vonultunk a helyszínre. Hát ott is körülbelül egy olyan 20-30 hektárnyi erdőterületet osztottak fel szakaszokra. Körülbelül 100 méter szélességre jutott 2-3 tűzoltóautó, és a tűzoltók feladat az volt, hogy be kellett menni az erdőbe, vagy kézi szerszámokkal, vagy
vízsugárral megfékezni a szintén fellobbanó tűzfészkeket, illetve ott, ahol még lángolt, azoknak a területeknek az eloltása. Itt azt ki szeretném emelni, hogy parancsnokunknak, Kis Attilának volt egy nagyon jó ötlete. Az ő ötlete az volt, hogy mivel elég nagy távolságokra kellett az erdőbe bemenni, és úgynevezett magas nyomású, ilyen HD sugarat vittünk magunkkal, ezt elég könnyű mozgatni, nem nagy tömlő, vékony tömlő, könnyű az erdőbe elhúzni, de egy-egy tömlő olyan 20 méterre elegendő, és minden tűzoltóságnak nincs ebből sok, ezért 2-3 tűzoltóság összeállt. Mi például Őri Szentpéterrel összekapcsoltuk a tömlőinket, és így akkor egy olyan 150-200 méterre is elértünk ezzel a vízsugárral. A mi autónkat rákapcsolta az Őri Szentpéteri tűzoltóautóra, mivel nekünk egy kicsit nagyobb a tartályunk, és akkor az ő szivattyújukról ment a víz. Így történt az oltás, és ennek örült a körmendi hivatásos vezető is, hogy ez egy jó ötlet volt. Mivel itt sokkal messzebb a vízzel beértünk, nem kellett külön lapátokkal, ásókkal elcsapkodni a tüzet, ami elég kemény és nehéz munka volt. Amit még ki szeretnék emelni, külön nagyon nagy köszönet a környékbeli mezőgazdasági vállalkozóknak és gazdáknak, akik nagyon gyorsan fölismerték már pénteken azt a helyzetet, hogy a tűzoltóság visszaállító autói nem bírják egyszerűen ezt a vízmennyiséget hordani, amire szükség van ennyi tűzoltóságnak, és különböző tartálykocsikkal, illetve lajtos kocsikkal, traktorokkal helyszínre vonultak, és ezekről a lajtos kocsikról hatalmas nagy köbméter számú vizet tudtak a tűzoltóautóknak biztosítani, így minden autó, tűzoltó oltójármű a helyszínen maradhatott, nem kellett külön vízért mennie, és folyamatosan folyhattak az oltási munkálatok. Ez egy hatalmas nagy segítség volt. Ahogy a statisztikákat néztem, körülbelül 30 ilyen mezőgazdasági jármű volt a helyszínen, aki biztosította a vizet, és az ő tartályaikban körülbelül hát 3-4-szer akkora vízmennyiség, 10-15 köbméter, sőt 20 köbméter víz is belefér, mint amit egy ilyen tűzoltó visszaállító jármű el tud vinni. Úgyhogy ez egy nagyon nagy segítség volt. Itt is látszott az összefogás. Az oltás közben, ahogy dolgoztak a tűzoltók, történt sérülés esetleg, vagy valakinek valamilyen problémája? Nem, egyetlen egy sérülés sem történt. Ez egy nagyon-nagyon különleges eset, hogy ennyi katasztrófa védelmi szervnél ilyen jól működik a szervezés, és ennyire vigyáznak egymásra, illetve vigyáznak saját magukra is, hogy nem történt sérülés. Azt hiszem 8 mentőjármű volt a helyszínen, körülbelül 20 mentőssel, de nem kellett szerencsére senkit elszállítani, vagy kórházba szállítani. Elég meleg nyarok jönnek, szárazságok. Továbbra is akkor lehet számítani ilyen jellegű tüzekre? Odafigyeléssel, fokozott odafigyeléssel, lakosság felvilágosításával, különböző rendeletekkel, tűzgyújtási szabályozással, lehet valamennyire, de fel kell készülnünk, hogy a jövőben egyre több ilyen nagyobb kiterjedési tűzesettel fogunk találkozni, mert a szárazság egyre jellemzőbb lesz, és a klímaváltozás nagyon sok természeti katasztrófát fog magával hozni. Ezért biztos, hogy mind a hivatásos, mind az önkéntes tűzoltóknak lesz feladatuk. Nem az a kérdés, hogy hol, hanem az, hogy mikor. Tehát biztos, hogy lesz. És erre fel kell készülnünk. Ez egy nagy tanulság volt, a kenyeri tűzeset. És tapasztalat, ugye? És nagy tapasztalat is, igen. Nagyon fontos, hogy itt helyben az alalövőn is meglegyen az a biztonság, illetve az a felkészültség a mi részünkről, hogy ha bármi ilyen eset adódik, még az elején, amennyire tudjuk, meg tudjuk akadályozni a nagyobb katasztrófát. A közelmúltban gyakran szükség volt rátok. Mondtad, hogy tulajdonképpen rendelkeztek a megfelelő eszközparkkal, de mégis, hogyha ha kellene valami az Egyesületnek, bármilyen eszköz, mi lenne az? Hát, ha valaki látja a felvételt, és megpróbál segíteni. Köszönjük mindenféle támogatást, mindig nagyon szívesen fogadunk. Mind a lakosság részéről, mint cégek, egyesületek, magánszemélyek
felajánlásából. Köszönjük az önkormányzatnak is a folyamatos támogatást. Az országos pályázatokon részt veszünk, onnan próbálunk meg mind eszközöket, mind anyagi forrásokat beszerezni. Most rendelkezünk egy olyan alaptechnikával, ami jelenleg a mi létszámunknak, illetve technikai felszereltségünknek, tudásunknak, az itteni idáig jelentkező eseményeknek megfelelnek, illetve ezekkel helyet tudunk állni. Folyamatosan szerzünk be, most például szivattyút, új sisakokat kapnak a tűzoltóink, ami még nagyobb biztonságot. Én mindig az első közé helyezem az emberek, tehát a tűzoltóinknak a védelmét, ez a legfontosabb, hogy a személyeknek legyen meg az a védő, illetve biztonsági felszerelése, mivel ők az életüket kockáztatják sokszor, illetve a testi épségüket, hogy ők legyenek biztonságban, és akkor utána a különböző technikai eszközök. De ezeknek a beszerzése is folyamatosan történik, nagyon sokat segítenek az Oberaichi tűzoltó, testvértűzoltó egyesület tagjai nekünk, illetve a Bruki önkormányzat. Nagyon jó kapcsolat van az egyesületek nagyon jó között. Nagyon jó kapcsolat, igen. Hányan vagytok most az egyesület, hány tagot számol? Most 32 főt számol az egyesület. Ebből körülbelül, hogyha egy-egy ilyen riasztási alkalom adódik, akkor egy 8-10 fő van általában készenlétben, akik a helyszínre sietnek, és akkor tudnak azonnal vonulni, illetve segíteni a lakosságon. Az oltásért, amit végeztetek, az önkéntes munkáért elismerést kaptatok. Hogyan tovább? Igen, nagyon nagy megtiszteltetés ért bennünk október 19-én. A Vasvármegyei Katasztrófavédelmi Központ igazgatóság egy államtitkári oklevelet adott át nekünk, ami végül is a belügyminisztérium ajánlására történt. A Kenyeri Csönge térségében való helytállásunkért. Hát folytatjuk tovább a munkánk. Ha ilyen esetek adódnak, legyen az Vasvármegye, Zalavár megyébe, természetesen segítünk az egyéb településeken is, mert hogyha mi segítünk, akkor szokták mondani, hogy bajban ismerszik meg a barát, akkor ők ugyanúgy mondták nekünk ott Kenyeribe, hogyha itt baj van, akkor ők is jönnek. Köszönöm szépen, hogy eljöttél és ezt megosztottad velünk. Kedves nézőink, Novák Ambrussal beszélgettem, az Zalalövői Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökével.